Az idei Tűzzel Vassal fesztivál is forró hangulatban telt, köszönhetően a tűző napsütésnek, de legfőképpen a rengeteg kézműves terméknek, amelyről 51 kiállító gondoskodott ebben az évben. A magyar késes szakma színe java megjelent a Rácz utcában, ahol majdnem mindenki standját sikerült kisebb-nagyobb sikerrel meglátogatnom. Elnézés, hogyha valaki kimaradt volna a sorból. Sétáljunk is be a kézművesek utcájába. Megérkeztem a szabadi standhoz, ahol Győző és Melinda várta a vásárlókat. Olyan nagy a kereslet a bicskáikra, hogy csak is sorsolás által lehet hozzájuk jutni. Valószínűleg azért van ez így, mert mindig előrukkolnak valami újítással a díszítések terén. Meg is kérdeztem őket, hogy ki szokott előjönni ezekkel az ötletekkel. Hát a bicskák terén igazából az újítások az inkább az én asztalom. A Melindának inkább a kommunikáció, körítések nagyon jó, illetve ugye ő is belefolyik olyan révén, hogy van ez a égetett kilográfiával készült. Ezeket te szoktad? És ezt a igen, én készítem. Mennyire jelentkeztek már a bicskátokra? Tehát mennyire nagy a kereset most? Hát van, volt olyan bicskánk például, amit sorsoltunk neten, az úgy követhető volt, most még a cetliket nem láttam pontosan, de 83-an jelentkeztek bicskára, igen. De általában véve is egy ilyen 40-50 jelentkező biztos van egy-egy darabra. Nem is csoda, hiszen ezek igazi mesterművek, használati tárgyak, amelyek művészi alkotások is egyben. Pályer Gyula népi iparművész, aki 2004 óta űzi a Kovács mesterséget, kihozta a széria késeit és az exkluzívabb termékeit is. Rengeteg formát készít, vannak egyszerűbb vadászkések, nesmuk forma, van itt bóvi is, tábori kés, de mindegyikre jellemző, a széria késeire jellemző, hogy diófa markolattal látja el őket, és mindegyik kését saját maga kovácsolja. Az összes terméke használatra születik, és árérték arányban ő is verhetetlen. K és V, azaz Kemény Béla és Veres János, az ő standjuknál megint mindenféle szúróvágó eszközt láthatunk, még ollókat is. Ők is szeretik a fa markolat anyagokat felhasználni, és az egyszerűségre, a használhatóságra törekednek a termékeik megtervezésénél és kivitelezésénél. Az ő asztalukon is találtam olyan formákat, amiket szívesen birtokolnék. Például ez a szépség. A következő kiállító az Szálkai Róbert, késkészítő, aki a modernebb vonalat erősíti a mérnöki pontosággal kivitelezett egykezes nyitású foldereivel. Ő is rengeteg prémium kategóriás és egyedi foldert készít, de sajnos ide is későn érkeztem, mert a kések többségét már elkapkodták. Többit már viszik, mi? Mennyit hozták ki? 16. Jó, sőt, ügyes. Palcsesz Imréhez is későn érkeztem meg, de szerencsére még kézbe foghattam a legpopulárisabb fix kését, a pannóniát, amiket vasfa markolattal készített el a fesztiválra. Az ő palettáján is inkább modern, egykezes foldereket láthatunk, mint tradicionális bicskákat, de a késkészítés mellett ő oktat is, hiszen szokott indítani párnapos késkészítői kurzusokat. A következő asztalon Szántó Szabolcs munkái sorakoznak, népi iparművész, de ő sem csak tradicionális késeket készít, ahogy láthatjuk,
Szereti a modernebb outdoor vagy taktikai formákat is, és egyébként az egyik specialitása a csúszdi készítés. Nagyon megtetszett nála ez a két forma, kár, hogy egy pár még nem lett teljesen befejezve. Zsinkó István abai kovács kiállítónál egy kicsit jobban elidőztem, mivel az alkotásainak a stílusa nagyon közel áll hozzám. Sokan Zseminek ismerik, és az ő esetében is családi hagyomány a kovácsolás. Több egyesületnek, és például a Kovács Míves C-nek is a tagja. Leginkább késeket, ékszereket, kisebb használati eszközöket, valamint dísztárgyakat készít, és ezt mindet kovácsolással teszi. Ha valaki nem fogott még ilyen kést a kezében, akkor azt gondolhatja, hogy nagyon kényelmetlen, pedig pontosan az ellenkezője. A kivitelezése pedig azt lehetne mondani, hogy rusztikus, szinte nyers, ahogy ő fogalmazott, régies stílusban készíti ezeket. Eljött az idő, hogy ismét elköszönjek. Aki nem szeretne lemaradni a következő részről, az kövesse be a csatornát, és lájkolhatja a videót is, hiszen ez sokat jelent számomra. Köszönöm a megtekintést, viszontvágásra!